sajnos hátralépett, ami nem egy jó bemutatkozás. Biztos, hogy a televízió nézők hallgatták a csütörtöki beharangozóban mondottakat, amikor is azt mondtak, hogy az autót 70%-os teljesítmény fölött lehet csak megnyerni, mivel birtokában voltam a nevezéseknek, és tudtam, hogy a Kaposvárra mindig eljön a világ élvonala, és most már beigazolódott, mert Ázsia bajnoka 71% fölé vitte, és ugye a dán versenyző Anders pedig már